Sziasztok! Ebben a videóban azt fognak megmutatni, hogy az Ionic-nek hogyan kell szétszedni az ajtait. Nem lesz egyszerű. Ha érdekel, figyeljetek! Az ajtókat azért szedem szét, mivel elkezdem az autónak a zajszigetelését, és ehhez szét kell szedni az ajtókat ahhoz, hogy be lehessen építeni a belső felületére lemeznek a szigetelőanyagokat, a rezgéscsillapítókat. Úgyhogy el kell távolítani teljesen a külső kárpitot, le kell szedni a belső műanyag szerkezetet, ami rajta van az ablakemelő, ebből kifolyja, ki kell szedni az ablakokat, és szét kell szedni, mondhatni majdnem az egészet, kivéve a zár és a kilincs nem lesz kiszedve az ajtóból, minden mást ki kell szedni ahhoz, hogy a szigetelést el tudjuk készíteni. Ezt mind a négy ajtónál meg kell csinálni. A hátsó ajtót az kicsit nehezebben lehet szétszedni, de kicsit problémásabb, mivel maga a kábel köteg, ami az autóba ír a magába az ajtóba, ott nincsen csatlakozó, mint az első ajtónál, úgyhogy így az egész kábel köteget ki kell fűzni abból a műanyagból, ami tartja magát az ablakom előtt. Úgyhogy ez egy kicsit nehezebb feladat, de megoldható. Na, akkor vágjunk bele, és nézzük meg, hogyan jönnek szét az ajtók. Ennek a műanyagnak a kárpitnak leszedéséhez igazából egyet lejtsóval kell távolítani. Itt van egy ilyen kinyitható kis ablak. Azt gondolnak, hogy itt fogja valami csavar, de nem fogja a csavar. Ott egy anya van belül, ami a tükröt fogja. Az egyetlen csavar az itt van. A kis gumi takaró alatt, ami egy csillag csavarhúzóval megoldható, kiszedhető. Ott, látjátok. Az az egyetlen csavar fogja igazából a kárpitot. Minden más az patentok fognak, de mindjárt meglátjátok. Hello! Úgyhogy eltávolítjuk ezt a csavart. Ennyi. De még mielőtt nekiállnánk tépni, le kell vennünk itt ezt is, hiszen ez meggátolja azt, hogy ezt az egészet fölfelé leemeljük, majd innét az üveg mellől kiemeljük. Itt alul ugyancsak ezzel benyúlunk, vagy oldalról, majdnem mindegy igazából. És akkor ez az. Megindult. És akkor körbe, patentok mentén leszedjük. Így né. Most lejött már a patentokról, egy picit megemeljük fölfelé, és lent is van, de vigyázzunk, ne tépjük meg, mert belül még rengeteg minden fogja, megpróbálom megmutatni nektek. Látjátok, kábelek, bovdenek és hasonló dolgok. Úgyhogy itt a csatlakozókat le kell szedni első körbe. Ezeket. Szekezzük akkor azzal. Az lent is megy. Erre még szükségünk lesz, mivel az ablakemelőt, meg ezt a belső egész cuccot úgy tudjuk levenni, hogyha az ablakot lejjebb engedjük, és az ablakot itt egy, azt hiszem ezen a lukon talán ott tudjuk kicsavarozni, és akkor ki tudjuk venni az üveget, és utána tudjuk ezt levenni, mert ezen van az ablakemelő rendszer, úgyhogy ezt egyre meg levesszük, hogy
könnyebben megkeressessük, hogy így. És ennek is itt a jól messzit volt egy ilyen, igen, kiugró, látod, ennyi. És már is lent van ez a cucc. Na, kicsit másképp néz ki, mint gondoltam. És akkor erre a felületre lesz föltéve az a szürke, mit akartam mondani, szivacs, az a kosár, tojástartós, de ezekre a üres területekre lesz vágdosva, és betéve. Itt már van némi kocz belül, úgyhogy majd egy kis takarítás is kell. Na nézzük meg azt, hogy néz ki. Ezt letámasszok ide külön addig. Na, itt vagyunk. Ott a tükör, azt is ki kell szedni. Itt ezt is ki kell szedni, hogy ez az egész kijöhessen. A leírások alapján a zárat is ki kéne szedni, és a kilincset is ki kéne szednünk, hogy ezt az egészet kiemelhessük. De én ezt nem fogom megcsinálni, mert nincs kedvem szétszedni ennyire az autót. Úgyhogy csak azt fogom csinálni, hogy üveg ki, ezt meg csak ide kihajtom, amíg megcsinálom belőle a szigetelést. Úgyhogy na, toljuk tovább. Itt vannak ilyen mindenféle plusz cuccok. Jó lenne hozzá teljes elektromos lejárás, akkor idejön, hogy ezek micsodák. Ez gondolom az ablakemelőhöz van valami érzékelő esetlegesen. Ja, igen, meg ott valószínűleg belül lesz egy csatlakozó, ami a kasznéhoz köti az autót, úgyhogy lehet, hogy azt is le kell szednünk majd. Kiderül nem sokára. Na, beállítom újra a kamerát valahogy, és akkor nyomassuk. Szedjük. Vagy odébb nyomni. Na, késett. Faja. Haladunk. Na most van az a helyzet, hogy vissza kell tennünk a ablakemelőt. Beindít az autót, és lejjebb enged úgy az ablakot, hogy itt valamelyik lukon a csavart ki tudjuk tekerni. Na, visszacsattintjuk. Nyomunk egy gombot. Még egy gombot. És úgy látom, megvannak a csavar helyek, úgyhogy autó kikapcsol. Persze mindenféle hibaüzletet dobott, hogy ez a baja, az a baja, az a baja. Hiszen hiányzik pár dolog most az autó rendszeréből. De ez most annyira nem probléma. Na, csak ebben mert itt fog csipogni nekünk állandóan. Mondjuk ezt sajátom, hogy eszméje csipog állandóan. Na. Ott van egy csavarusz, ott van még egy csavarusz. Ha jól emlékszem, abból csak az egyiket kell leszedni. De majd meglátjuk, hogyha kicsaváltuk, hogy kijön az üveg. Jó játék. Na, toljuk tovább a dolgot, mert sose leszünk kész. Járjátok le, inkább fölteszem. Ide. Talán több minden fog látszódni. Így, ne? Hát egy többet lehetne följebb is, de szerintem megoldjuk. Legalább sikerült beleállítani a csavart. De nem baj, is leszedjük, úgyhogy... Aha.
Másikat is kell. Nem fog széthullani semmi benne. De hát majd csak összerakjuk. Na, két csavar. És most már tényleg ki kéne, hogy jöjjön. Igen. Valami lehullott. És kicsit így megdöntve tudjuk kihúzni. Ezt is levesszük. Ez se kell. Na és ez az. Hát kicsit koszos, hogy befolyik az eső. Ez is majd kap egy szép takarítást. Itt az alsó részen is, hogy szép tiszta legyen. És úgy kerül vissza az autóba. Mutatjuk ezt is odébb, mert most nem kell az üveg. Bemegy a hátsó ülésre. Na, most elvileg már nem fogja semmi az ajtót, ezt a lemezt a ajtóhoz. Ami meg lehullott, azt meg majd összeszedjük. Na, kezdjük el szép tekelni. Letekelni ezeket, és nézzük meg, mi van mögötte. Remélem, nem kell jobban szétszedni, hogy hozzáférjünk a dolgokhoz. Az ajtó külső feléhez. De ez kiderül nem sokára. Lenti csavarok azok kicsit korrodáltak, gondolom ott a víz jobban megül esetlegesen rajtuk, ami bejut az üvegnél a autó a ajtóba. Na, még egy maradék csavar, és most rúgjuk a majom a vízbe, hogy most mi lesz. És igen, itt fogja valami. Aha, igen. Ezt a csavart nem kell teljesen kitekelni, mert csak megszorítja az ablakot. De most ezt megpróbálom valahogy le applikálni innét a dolgokat, ami fel pillanat nem úgy tűnik, hogy menni fog. Hiszen itt a teljes zárszerkezetben egyéb dolgok fogják itt ezt a bozdanás részt, meg rajta vannak ezen is egy részén, mindjárt megpróbálom mutatni nektek. Ott belül látszik itt. De ez ott kéne vagy széthúzni, hogy szétjöjjön, valami biztos lehetséges. Vannak valami pöckök, csatlakozók. Na, próbálkozzunk tovább. Hát érdekes, már videókat, amit néztem, azon nem úgy tűnt, hogy ez ilyen problémásan jön szét, hanem ezt ki lehet emelni, és utána tudsz működni mögötte, de per pillanat nem úgy tűnik, hogy ez így működne. De legalább megvan a csavar, ami beleesett. Hát, kicsit különböző méretű. Ez volt a jobb oldal, ez a bal oldaliba. Fontos, hogy a csavarok ugyanoda kerülnek vissza, amit kivettük, mert különben nem biztos, hogy jó lesz az összerakásnál. Na,
újra megnézzük az internetet, hát ha találunk rajta valamit. Na, egy kis pihi. Na, sikerült megszűnni a dolgot. Két pöcök fogtam, itt ez a pöcök, ez ide ment bele. És itt van egy kis bizbasz, amit meg kellett nyomkodni belőle csavarhúzóval, és akkor szét tudtam húzni. Na, most már csak ott a nagy kábelt kell eltávolítani, és akkor hozzá is férünk az ajtóhoz. És ezeket a területeket mind be fogjuk ragasztani ezzel a rezgőcsillapítóval, és utána azzal a zárcellás szivacssal. Na, ott szedjük szét ezt valahogy még. Na, ha minden igaz, ez úgy működik. Itt ezt fel kell húzni. Ez a leteszelése neki, vagy micsoda? Így felhúztuk, és kijött. Na most már csak ki kell fűznünk ott az a lukon, és akkor ezt a kábelpitot el tudjuk hajtani oldal, és akkor tudjuk csinálni a dolgunkat. Na, szenvedjen ki onnét a kábelt. Na, látjátok, sikerült kiszedni, úgyhogy ez már egy oldalra el tud menni. Így, né? Úgyhogy hozzáférünk a felülethez, és dolgozhatunk. Na, így szépen visszahajtva úgy tűnik, hogy el fog félni. Ide megy bele a ablak, hát itt volt bent a csavar, ide vissza is tekerem, milyen, hogy lees az a fény darabocska, ebben megy bele a hosszabb csavar. Na, és akkor ez visszakapatni a csavart, úgyhogy itt ezek már le lesznek így pucolva, meg mehet össze, akkor itt ez a gumis rész és csupa homok. Hát az ablak, ami befolyik gyúva, az mind ott elterülök. Na. Itt is eléggé szép, koszos. Úgyhogy a felületek megtisztításával kezdem itt a dolgot, és utána jöhet a ragasztás, méretrevágások, meg ilyen egyéb nyalánkságok. Ez nem tudom, mi akar itt lenni, ez valami lukacsos dolog, amivel tök jobban le tud szorulni az ember keze. Érdekes. Ja, lehet, hogy ide ül le a ablak talán. Ez egy jó kérdés. De azzal most nem foglalkozunk, mondjuk lehet, hogy le fogom szedni, hogy jobban beférek ide a lemez szigetelése miatt. De az csak két csillag csavar fogja, úgyhogy ez nem olyan vészes szétszedni. Remélem. Na, kiszedem, és akkor pucoljuk le az autónak a belső felét. Ott azért már látszik, hogy összeállt a kosz. Talán ez abból is jó lesz, ha már ki lesz pucolva, hogy a rozsdásodás talán később fog megindulni az autóban. Meg mivel ki van pucolva, vagy az ilyen dzsumáktól, akkor talán jobban el fog tudni folyni a víz. A hátsó ajtó szétszedése az hasonló az első ajtóihoz. Vannak eltérések, kicsit jobban szét kell szedni. Ezeket az eltéréseket fogom nektek megmutatni most. Elég nehéz volt szétszedni az ajtót, hiszen, mint láthatjátok, a kábel köteget ki kellett szedni, hogy itt nincs csatlakozó, amit széthúzzunk. Így ki kell fűzni ebből az egészből a kábel köteget, onnét belül is ki kellett szedni egy csatlakozót, ami a zárhoz ment. Ezt az üveget is ki kellett szedni. Ott egy csavar, ami fogja. Itt fölül egy csavar, ami fogja. Ezt ki kell szedni, és utána tudjuk az üveget kiszedni. Mert az üveget nem szedjük ki, addig ezt sem tudjuk kiszedni, mivel az fogja ezt a műanyagot. Plusz még, miért a díszlécet is le kellett szedni, amit itt fog egy csavar, és itt ez alatt fog még egy csavar. Úgyhogy elég komolyan szét kell szedni. Na, sikerült szétszedni az ajtókat, meg össze is rakni, működik az összes, úgyhogy
a feladat elvégezve. Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, találkozunk a következő videóban, ami szerintem majd túlszigetelős videó lesz. Na, sziasztok!